A Skipper magazin a balatoni hajózási ZRT támogatta. Bár nem mindenkit fogadtak sajtburgerrel, de a Liszerenc nemzetközi repülőtéren így is rengeteg szurkoló várta a Rióból hazatérő olimpikonjaink egy csoportját, akik között a remekül helytálló vitorlázónk Érdi Mári is ott volt. Nagyon meglepődtem, mert már a verseny előtt is volt ilyen nagyobb szél, voltak nagyobb, erősebb szeles napok, és amíg ott tettem 5 hetet, addig soha nem volt olyan, de azért élveztem, mert nagyon jó hullámok voltak kint az öblön kívül. Volt kis szél is, abban nagyon jó volt a sebességem, főleg erre koncentráltam az elmúlt hónapokban. És aztán elkezdődött a verseny előtt egy napot pihentem. Az első napon éreztem mindenkin, hogy nagyon feszült, és tényleg, hogyha már valami kis kontakt volt, akkor már mindenki kiabált, hogy óvás, óvás, protest, protest. A második napon ezért egy kicsit mérges lettem, mert a bujavételeknél hagytam magamat az első napon, és ezért mérges lettem a második napon, és mondtam, hogy na most beleadok mindent, és nagyon jó volt a második napon, mert nyertem egy futamot, meg volt egy ötödik helyem, úgyhogy én voltam a második legjobb azon a napon, csak a kínai lány ment jobban. Utána volt egy nagyon erős szeles nap. Ott rosszak voltak a rajtjaim, nem tudtam, ott csak a jobb oldalra kellett menni, és egy rossz rajt után már azt nem tudtam végrehajtani, de így se lett annyira nagyon rossz az a napom, de amiatt egy kicsit mérges vagyok magamra. Nagyon szerettem volna bent lenni a medál részben, de nem jött össze. Az utolsó futamon egy nagyon rossz rajtom volt, és két hajót váltam az első bójánál, és onnan küzdöttem fel magamat a 20. helyre. Tényleg mindent beleadtam az utolsó futamba, úgyhogy elégedett vagyok magammal. Nagyon-nagyon-nagyon élveztem, minden nap úgy mentem ki a vízre, hogy az a fő, hogy élvezzem meg, hogy minél többet tanuljak. Persze, amikor nyerek egy futamot az olimpián, az azért elég hihetetlen, meg azért egy kicsit ott mondtam, hogy nagyon nyugodj le, második futam jön, mégis próbáltam lenyugtatni magamat, de nagyon élveztem meg. Akkor is, amikor rosszul mentem, akkor is még mosolyogva mentem ki a partra, és kérdezte itt az edző, hogy te még tudsz mosolyogni? Mert volt olyan, hogy 6 órát voltunk kint, halasztás volt, de tényleg minden nap végén boldog voltam végül is. Én szerintem fejben rendben voltam az első nap szerintem. Mindenki mondta, hogy ne izguljam túl, és azért egy kicsit szerintem túlzottan le is nyugtattam magamat, és nem küzdöttem meg annyira a helyekért, amennyire azért illett volna egy olimpián. De láttam, hogy a legjobb vitorlázók milyen hibákat követtek el, és tényleg az olimpián minden, és már tényleg én is azt mondom, hogy minden előfordulhat. Az ír lány lett ezüstérmes, aki idén szerintem nem volt egyszer sem aranycsoportban, úgyhogy szerintem ő fejben nagyon oda tette magát, és össze tudta szedni magát, és ezért jött össze neki az ezüstérem. Mindenképpen nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztem, meg megláttam, hogy majd mire kell odafigyelnem 4 év múlva. És ez szerintem egy nagyon nagy előny, de nem mondom azt, hogy most felnőtté váltam ez alatt a verseny alatt, mert még ugyanúgy élvezem az ifjúsági versenyeket, meg ugyanúgy várom őket, és szerintem ugyanannyira kell majd küzdeni idén is az ifjúsági VB-n, majd decemberben, mint amennyire tavaly küzdöttem. Még fogalmam sincs, hogy mi lesz, szerintem most elkezdjük tervezni, hogy mi lesz a következő 4 évben, de azt most megmondom, hogy szeretnék Tokióból éremmel hazajönni. A Skipper magazint a balatoni hajózási ZRT támogatta.